Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 25-én teli hold van. Ezen az estén tartok egy szertartást, illetve ezúttal a férjem tartja, mert még mindig beteg vagyok. Vannak gyomorgörcseim, nincs étvágyam, ha valamit eszek, akkor az rögtön kijön belőlem, úgyhogy gyengének érzem magam. Az energiai egyensúly ennél a szertartásnál 4000 forint. Mit jelent tulajdonképpen egy teli hold? Amikor a nap és a hold szemben áll, akkor teli holdról van szó. A holdnak ugyanis nincs saját fénye. A hold a fényt a naptól kapja, és ha szemben vannak, akkor a nap meg tudja világítani. Az indiai asztrológusok azt szoktak mondani, ha valaki például egy teli hold napon születik, akkor az szerencsét hoz, hiszen a teli hold megvilágítja az élet utat. Itt tényleg arról van szó, hogy a teli hold megvilágít bizonyos életterületet. Az indiai asztrológia szerint a nap a halak jegyében van, ami jelenti az álmokat, vágyakat, az elképzeléseket. Ott van a közelben Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó, tehát itt vannak kármikus témák. Ráhú mutat egy új irányt, változásokat, vagy egy kiutat, és a nap ezt most megvilágítja. És itt vannak elképzelések, és ebben kellene hinni, hogy ez az álom most megvalósul. A lehetőségek megvannak ehhez. A hold szemben van a szűz jegyében, a föld elemében, ami utal reális dolgokra. Tehát a hold jelenti, hogy ezt az elképzelést most meg kellene valósítani. Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó, az jelenti a múltat, az érzelmeket. Ott van a hold közelében. Tehát itt a múltról is szó van. Az lehet, hogy ezek az emlékek segítenek, hiszen a múltban megvalósítottad az álmaidat, és hiszel abban, hogy ezúttal is sikerülni fog. De vannak más emlékek is, amikor egy elképzelés nem sikerült, amikor csalódott voltál, ezek persze akkor akadályoznak abban, hogy legyen meg a hited, hogy ezúttal ez az álom sikerülni fog, megvalósítod az álmaidat. Vénusz bolygó az jelenti a szerelmi témákat, vagy utal ránk, hölgyekre. Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban áll Ráhúval, ami jelenti a jövőt. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy a jövőben legyen egy változás, egy új irány, és szerencséd legyen különösen, ami a párkapcsolatot illeti. Vénusz bolygó összefüggésben áll Kétúval is,
De ez a kapcsolat bizonytalanságokat vált ki. Itt emlékekről van szó a múltból. Itt vannak, ami a múltat illeti, persze csalódások, akadályok, és emiatt kicsit bizonytalan vagy, hogy a párkapcsolatot illetően a szerelmi élet terén, hogy tényleg legyen egy fordulat, hogy szerencséd legyen, hogy éld az álmaidat. Ezeket az emlékeket a múltból le kellene zárni, és inkább az a fontos, hogy legyen meg a bizalom, hogy ezúttal minden jóra fordul. Mars bolygó az jelenti az élet erőnket, vagy utal a férfiakra. Mars bolygó egy kapcsolatban áll Plutó bolygóval. Ez egy jó kapcsolat. Ez jelentheti különösen a férfiaknál a hatalmat, az élet erőt, a belső erőt is, és utal szexuális témákra is. Tehát a férfiak most kimutatják a férfiasságukat, és itt lesznek bizony sikerek. A hold, az a hasta holdházban van az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint, és hasta lefordítva egy kezet jelent, ami szimbolikusan azt jelenti, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat, cselekedjünk. Legyen egy elképzelés, egy terv, legyen egy új irány, bízunk abban, hogy ezúttal sikerülni fog a terveinket megvalósítani. És ezek a témák ezen a szertartáson, hogy a nap megvilágít egy új irányt, itt vannak kármikus témák, a múltban nem volt könnyű, de felejtsük el ezeket az emlékeket, legyen meg a hit, a bizalom, hogy ezúttal minden jól alakul, ami a szerelmi életet illeti, ott vannak még bizonytalanságok, de legyen meg a hit, a bizalom, hogy itt most minden jóra fordul, ami a férfiakat illeti, ott van a hatalom, hatalmukba vesznek valamit, megvan a férfias kisugárzás, az életerő, komoly döntéseket fognak hozni. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. A véleményedet leírhatod a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!